A csodás vidéket a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatja. Üdvözlöm Önöket, ez itt a Csodás Vidék, velem Horváth Évával. A héten a Tomka családhoz látogatok el, akik néhány éve elhatározták, hogy biogazdálkodással kezdenek el foglalkozni. És hogy melyek a biogazdálkodás előnyei, illetve hátrányai, az a mai adásból kiderül. Maradjanak velem! Jaj, itt van egy másik kutyus is. Sziasztok! Gyertek ide! Kutyusok! Tomka család kutyusai! Gyertek már ide! Gyertek már ide! Gyertek már ide! Hát, hogy ilyen aranyos kutyus... Jaj, hát szia, te is megjöttél! Hát, amit látjátok, megérkeztem a Tomka családhoz, úgyhogy bízom benne, hogy már itt várnak benn, úgy, ahogy a kutyusaik. Sziasztok! Szia, Évi! Igen! Kutyusok már vártak! Mi is nálunk, mi is nálunk. Köszönöm szépen! Sziasztok, lányok! Szia! Dorka! Igen! Szia, drága! Saci! Örültem! Ó, csodálatos! Mennyi mindennel vártok itt engem! Egy nagyon picike kis aprósággal készültünk. Ez a picike kis apróság nálatok? Éppen mézes kalács díszítésben vagyunk. Igen? Na és miért különleges ez a mézes kalács? Azért, mert senki más nem gyárt az országban, csak mi. Mert olyan finom. Mert többek között azért is, igen. De főleg azért, mert a saját készítési bioalmalizből van. Igen, mert ugye amivel ti most foglalkoztok, ez egy biogazdaság. Amit itt akkor az asztalon látunk, az minden bio. Így van, igen. Honnan jött az ötlet, hogy ezzel kezdtek foglalkozni? Közben egyébként díszíthetünk, Saci, nyugodtan, nem akartál megzavarni a munkádban. Lekváros virágot szeretnél? Lekváros virágot. Honnan jött az ötlet, hogy ezzel kezdjetek el foglalkozni? Hát az ötlet onnan jött. Még annak idején, annak pontra. Wow, ez egy családfa? Hát ez, igen, ez majdnem egy családfa. Nagyszüleim és a szüleim vannak a fotókon. Család mezőgazdasággal foglalkozott és gazdálkodott. Tehát mindkét család ebből tartotta fenn magát nagyon sokáig. És igazából nagyon jött az ötlet, hogy a nagymámat megkérdeztem még kislánykoromban, hogy de mama, ti hogy jártatok a boltba minden nap, amikor itt nagy sár volt, olyan messze volt az a tanya? És akkor mondta, hogy csak nem jártak a boltba, hiszen minek mentek volna? Mindent előtöttek állítani maguknak, mindent megtermeltek maguknak. Nem volt szükség arra, hogy boltba járjanak. És ti most ezt valósítjátok meg itt Szennán? Hát ez az előszobája most annak, igen, hogy önellátóak legyünk. Én sem szeretnék a boltban vásárolni semmit. Nem is vásároltok semmit a boltban? De nyilván, persze, még vásárolunk az egy-két dolgot a boltban. De például a húsárat azt nem mi állítjuk elő, de ezt is már megvesszük arra a helyről, honnan tudjuk, hogy biztos, hogy finom. És hogy kerültetek ide? Honnan kerültetek ide? Békés megyében születtünk, mindhárman. De utána te Pesten dolgoztál? Igen, mi Pesten éltünk 2 évig, mert Saci ott kézlabdázott. És akkor gondoltuk, hogy utána költözünk, és majd ott fogunk élni. De mindig bennem volt ez, hogy én szeretném majd ezt a gazdaságot. És akkor így nézelődtem, hogy hol tudnám ezt megvalósítani, az ország melyik részén. És megtaláltuk itt a Zselic közepén ezt a gazdaságot. Figyeljetek, lányok, tehát, hogy azért ez egy elég éles váltás volt ide költözni. Hát ehhez ti mit szóltatok? Hát én nem örültem neki egyáltalán, nem akartam jönni. Én nagyon szeretem Pestet még most is, meg imádtam akkor is, de végül egyébként nagyon megszerettem ezt az egészségtudatos életmódot is, meg minden, de ugye sportoltunk mi is egész életünkbe, de azért most ez mégis más, hogy itt... Egy kicsit nagyobb anyagi, mint igen, Pesten. Igen, hát az igen, igen. Te viszont, Saci, ezzel foglalkozol, ugye? Ezt tanulod? Igen, én örültem neki meg kiskoromban, és ugye a sport az mindig jelen volt az életemben, meg mamáikkal is még nagyon szerettem lenni, és a természet az úgy közel állt hozzám, és amikor mondta, hogy ide költözünk, én nagyon megörültem neki, mert tetszett a hely, mikor megnéztük már egyből, úgy, mint anyának, nekem is egyből beleszerettem, és most is ugye ezzel szeretnék tovább tanulni, hogy az egészséges életmód, meg a sporttal is, mert ez a kettő ez összeteszi azt, amit mi csinálunk a sport, meg ami itt van az egész, a pecsermentes gyümölcs üzletségek.
és ez az egészséget kiadja, és nekem ez az első. Közben elkészültem a mézes kaláccsal, hát nem azt mondom, hogy ez lesz életetek legszebb darabja, sőt, biztos, hogy nem ez lesz. Holnap elárulézzük a piacon. Ja, már nem. Csinálj, festek még nektek egy ilyen hasonló szépen. Úristen, viszont istenem. Nem is, az a klasszikus mézes kalács íze van. Hát az almariszt nyilván neki egy sajátos ízt, és ez az alapja. És amit a kezedben fogsz most, ez a lekváros mézes süting, amiben a saját készítés idei baraszlekvárunk van még. Azt tudni kell, hogy nálunk minden gyümölcslé és minden lekvár cukormentes, semmihez nem teszünk, se cukrot, se édesítőszert, se tartósítószert, sem vizet, tehát semmit, ez csak maga a gyümölcs. Hihetetlen. A receptet elárulod? Nem. Nem? Titkos? Nem. Igen. Nagyon sokat dolgoztunk ezen, és nagyon sokat kidobtunk. Még végre eltaláltuk azt, gondolom, azt, ami a legjobb most. Egyébként mit találhatom még az asztalon? Mert láttam egy-két igazán különleges darabot, ott az valamilyen mag. Ez micsoda? Megymag. És ebből fog készülni a megymag párna. Megymag párna? Igen. Aludni fogtok a megymag párnán? Nem. Persze ki fogjuk próbálni, és lehet, hogy kényelmes a szalvásra is, viszont ezt kisbabáknál használják, mert ezt melegíteni is lehet, és hűteni is lehet, és hogyha a fülük fáj, vagy a potrakjuk fáj, akkor ezzel gyógyítják őket. Tudom? Azt a mindenét, akkor ti mindent felhasználtok, nem? Tehát igen. Ugye a gyümölcsnek, a zöldségeknek gyakorlatilag minden részét. Akkor igen. Mondjuk tényleg jól lenne az állattartással elkezdenetek foglalkozni. Igen, hát ugye annak idején megmondta a nagymamám, hogy van a gyümölcs, abból megesztük a gyümölcsöt, abból lesz a befőt, abból lesz a lekvár, abból lesz a szörp, és a végén abból lesz a pálinka. Úgyhogy, és ezen kívül még tovább megyek, tehát ugye a megynél még a megy magjából lesz a kispárna. A barack magot mi itthon fogyasztjuk ilyen napi 4-5 szemet, mert hogy gyerekkorunkban is megettük, és én elhiszem, hogy tartalmaz káros anyagot, de ilyen kis mennyiségben viszont nagyon egészséges. A minden felhasználásánál ott van ugye az alma, kipréseljük a levét, és a többit pedig megasszaljuk, ledaráljuk, és ebből lesz az almaliszt. Almaliszt. Ott ez a szappanhoz hasonló dolog, nyilván nem az, csak nem tudom innen. Gyümölcssaj. Ez egy gyümölcssaj, cseresznyéből. És ez csak úgy este a tévé előtt nasiként fogyasszuk el, teljesen cukormentes. Semmi nincs benne, csak a cseresznye. Hát ezt meg kell kóstolnom. Mindenképpen kóstolnak. Akkor viszont nagyon jó, finom, édes cseresznyétek kell, én hogy van. Legyen, hogy akkor ez nem lesz savanyú, nem mindjárt kiderül. Úristen, de sűrű. Te azért magot nyomokba tartalmazhat arra. Ja. Isten íze van. Nagyon-nagyon finom. Mi is nagyon szeretjük. Igen. Elhiszem. Tehát cseresznyét is ugye eladtuk a cseresznyének nagy részét. Csináltunk bele gyümölcsöt, csináltunk bele lekvárt, és csináltunk bele befőttet. Egyébként kóstoljuk meg szerintem ezt a levet. Vagyis hát, hogy ti már ismeritek az ízén. Egyébként már nekem a színe sok mindent elárul, mert annyira szeretem, ami nem átlátszó. Látszódik, hogy van benne tartalom. Hát, igen. Ez csupa megy. Ezt érzem, hogy megy. Igen. Ezt érzem. Isten finom. Nagyon-nagyon finom. Szóval csak gyümölcsökkel foglalkoztok? Nem. A tavalyi évben elkezdtünk már zöldséggel is foglalkozni. De hát ezt még mi is most tanulgatjuk. Vagy igazából ez a föld, ez mit szeret, vagy pontosabban melyik zöldség az, ami szereti a mi földünket. Van például céklánk. Hát ez egy elég jól érzi. Elég jól érzi magát itt nálunk, mert ő mindig egészséges. Van háromféle hagymánk. Aztán hát nekem ezek a hagymák, meg a cékla, ezek nem maradnak. Nem így néznek ki. Örülök, hogy valamit ki tudtam belőlük sajtolni, finoman szólva. Szóval van paradicsomunk, paprikánk. Zöld borsunk. Ó, csodálatos. Említetted, hogy a ti földetek. Hogy kell ezt elképzelnünk? Mekkora ez a birtok? Ez a birtok 6 hektár. Ugye nagy része gyümölcsös, csak 1500 négyzetméter zöldségesünk van, 2400 darab gyümölcskánk van. Azt a mindenét. Megmutatod ezt nekem? Persze, hogy ne szeretnéd? Nézzük meg!
És mi érik most? Ez már a szilvás. Itt van 6 sor szilva, ez 6 féle szilva. Ez a 2 sor már leért. Most ez fog érni. Átjátok, tele van szilvával, roskadásig. Igen, alá kell, hogy támasztuk a gajakat. Ezt fogjuk csinálni a hétvégén. Erre mondják azt, hogy a szilva önmetsző, ugye, mert már ez be is tört. Lehet, sajnos, igen. És ez mind bioszilva. De természetesen. Hogy lehet az, hogy nem támadják meg a kártevők? Az nem igaz, hogy nem támadják meg a kártevők. És mit tudsz tenni a kártevők ellen? Hát a kedvenc kérdésem mindig a piacon a vásárlóimtól, kukacos a cseresznye. Mert a kukacos szokott lenni a cseresznye, főleg a biocseresznye. Igen, így van. És mindig mondják, hogy biztos az. Tehát a kukacok ellen a cseresznyénél sárgalapokkal tudunk védekezni, ugyanis a cseresznye légy a sárga cseresznyébe megy bele. Tehát ezért nem kukacos soha a májusi cseresznye, mert amikor a cseresznye légy rajzik, akkor már az piros. Sárgalapokat ragasztunk fel a fákra, nagyon sokat, és a cseresznye légy oda megy, és nem a cseresznyébe. Jó, most beszéltünk a cseresznyéről, de mi a helyzet a szilvánál? Mi a helyzet a meggyel? A meggynek a kártevője az ammonília, ami rendnél kárt tudja okozni a meggybe. Amikor nálunk a megy virágzott, akkor 4 napon keresztül szakadt az eső, és 0-1 fok közt volt, úgyhogy nem tudtuk megmenteni a meggyet. A biogazdálkodásban a ammonília egyetlen egy ellenszere az a metszőoló. Úgyhogy azzal mentettük meg a fákat, hogy elkezdtük a ammoniliás részeket lemetszeni és elégetni. És akkor így legalább megyfáink maradtak, hogyha már megyünk nem is sok. De akkor az egész termésed oda veszett? Hát nem az egész, a nagy része, igen. Ez hatalmas veszteség. Így van. Én mindig elmondtam a kollégáimnak, amikor váltottam a versenyszférából a mezőgazdaság felé, hogy nekem annyira jó lesz, mert egyetlen egy főnököm lesz a jóisten. Most bátran mondhatom mindenkinek, hogy a legkeményebb főnök, viszont a legigazságosabb is. Úgyhogy nyilván az időjárás nem tudjuk befolyásolni. Előrejelzéseket ugye folyamatosan nézzük, igyekszünk annak megfelelően megvédeni a termést, vagy sikerül, vagy nem. A tavalyi évben a szilva fagyott el, és a kajszibarack, az idén moníliás a megy. Reméljük, jövőre minden szép lesz. És ilyenkor most mi mentett meg benneteket, a szilva? Azért mindig egyik hozza a másikat. Úgyhogy sosem esünk kétségbe. Ezért jó, hogy van 6 féle gyümölcsünk. Hogyha egy nem is sikerül, azért a többi az. Ja, hogy te tudatosan így alakítottad ki, hogyha tényleg valamelyiknél beüt a krak, mert akkor gondolom, hogyha már egy fán van valamilyen betegség, akkor ez futótűzként terjed tovább. Hát, ez sem feltétlenül igaz. De igen, tudatosan ezt nem én alakítottam így ki, mert akit én megvásároltam, a hölgy kertészmérnök volt, és nagyon nagy hozzáértéssel telepítette ezt a gyümölcsöst, úgyhogy tényleg minden úgy van, ahogy ennek lennie kell. Sokkal nehezebbnek hangzik, vagy tűnik nekem a biogazdálkodás, mint a rendes gazdálkodás. Hát kiszolgáltatottabb vagy, nem? De viszont a siker is talán nagyobb. Nem szeretem a mezőgazdaságban ezt a szót használni, hogy siker. Igazából inkább a jó érzést tölt el, hogy valóban egy picit nehezebb, mint más gazdaságokban, de azt tudom, hogy mit eszek. És tudom, hogy egészséges, és tudom, hogy vegyszermentes, és nekem ez nagyon fontos. És ahogy látom, ez ugye már a lányokra is ráragadt, és ők is ezt mennyire érzik. Egyébként van különbség, ti már érzitek különbséget a vegyszeres és a vegyszermentes zöldséggyümölcs között? Persze. Érezhető az igen, érzőn. Hogy ne. A külalakjáról megmondom, hogy igen. Mi a helyzet akkor mondjuk egy zöldségnél? Nálam most otthon a paradicsomokat éppen a poloskák eszik. Mit csinálják velük? Én nem is tudtam, hogy a poloska paradicsomevő, de hát nyilván azért nektek is van valami trükkötök, praktikátok erre, hát nem hagyod az egész termést veszni, szappanos víz. Poloska ellen? Nem próbáld meg, fogalmam sincs. Nem próbáltam még a paradicsomnál poloska ellen védekezni, mert nálam erre nem volt példa. Meg ugye azt is meg kell nézni, hogy érdemes-e védekezni, mennyien vannak, mekkora az a rész, amit ők tönkre tudnak tenni. Tehát én amikor azt láttam, hogy krumplibogár tavalyében egyáltalán nem volt. Az idén volt valamennyi, de nem volt annyi, hogy beavatkozást igényelt volna. Ami volt, néha oda mentünk, leszedegettünk egy párat, tehát nem volt vészes. Vagy mindenki panaszkodott, tetves az alma. Én is nézegettem, valóban tetves volt valamennyire. A katicák pont voltak annyian, hogy ez ellen nem tudtak minket védeni, és nem kellett beavatkozni.
nagyon gyönyörű ez a kis teraszotok. Hát köszönjük szépen, mi is nagyon szeretjük. Itt gondolom sok időt szoktatok eltölteni, amikor éppen van szabad időtök. Igen, és az is csodálatos benne, hogy innen látjuk este mindig a naplementét. És a gyümölcsöst. És természetesen a gyümölcsöst, így van. Mindig a tudjátok ellenőrizni a legyeket, hogy most pedig ne szálljátok bele a cseresznyébe. Milyen tanácsokat tudnál adni kezdőknek, akik mondjuk biokertészettel szeretnének elkezdeni foglalkozni, mint például én? Hát mindenképpen tanácsolnám, hogy legyenek bátrak, és merjenek belevágni, és utána mindig látni fogják a következő lépésüket. Ne vegye el a kedvüket az, hogyha esetleg egy-egy évben valamelyik termés nem úgy alakul. Mert ez benne van, és ezzel mi nem tudunk mit tenni. És ne, soha ne essen kísértésbe, és ne nyúljon hozzá vegyszerhez. De egyébként ez a jó tanácsot adni, édesapám mondta mindig, hogy a jó gazda szemmel hízva. Tehát, hogyha valaha ez igaz volt, akkor nálunk ez halmozottan igaz. Minden nap kint vagyunk a gyümölcsösben. Minden nap nézzük, és nem csak azért, mert szemmel hízlaljuk a gyümölcsöket, hanem mert így télen napra készek vagyunk, és látjuk, hogy hogy fejlődik. Látjuk a leveleken az elváltozást, hogyha éppen valami kórokozó megtámadja őket, úgyhogy egyébként meg jó tanácsot adni, mindig eszembe jut az, amikor a gyerekeim megszülettek, és jöttek azok a barátnőim, akiknek még sosem volt gyerekük, és próbáltak ellátni mindenféle jó tanáccsal, hogy mit, hogyan csináljak. Utána, amikor hozzám jöttek már tanácsért az új kismamák, akkor mindig mindenkinek azt tanácsoltam, hogy ahogy érzi, hogy ez úgyis jönni fog. Úgyhogy itt is azt tudom mondani, hogy ha mindenkinek ugyanolyan szenvedélye lesz, mint amilyen szenvedélyünk nekünk, akkor ez sikerülni fog, csak vágjanak bele bátran, mert én hiszem azt, hogy ezt a földet nem örököltük az őseinktől, hanem a gyerekeinktől kaptuk kölcsön, és felelősek vagyunk értük, és azért, amit mi itt fogunk majd hagyni. Ez nagyon szép gondolat volt egyébként. Ti is így gondoljátok ezt, lányok? Vagy ti is még járjátok napi szinten a gyümölcsöst, a zöldségest, a veteményest? Hát a napi szinten nem is, de sokszor mi is megyünk anyával, vagy csak úgy kinézünk, eszünk pár gyümölcsöt. Az fontos része, igen, a mindennapoknak. Akkor, hogyha én úgy gondolom, hogy jók a megérzéseim, kikísérleteztem a zöldségeimet, akkor belevághatok egy gazdaságba? Hát, hogyha most ezt nagyon komolyan nézzük, akkor nem. Mert ugye Magyarországon földet az vásárolhat, akinek ehhez van megfelelő végzettsége. Alapvégzettsége ez az aranykalászos vizsga, amivel mi mindhárman rendelkezünk. De nyilván ugye mi az őseinktől ezt tanultuk, és meg ezt láttuk, ebben nőttünk fel, úgyhogy nekünk ez is óriási segítség volt. És én hiszem azt, hogy mi lelkileg is azért vagyunk ennyire kiegyensúlyozottak, és azért is vagyunk ilyen boldogok az Isten hitünk mellett, mert itt élünk a birtok közepén, és ez a természetközösség ez nekünk nagyon sokat jelent. Sose felejtem el, amikor Saci az első cseresznye évünkben megkértem, hogy szaladjon már kész, szedjen már gyorsan 10 kör cseresznyét, mert a boltos nénének erre szüksége van. Visszajött, és azt mondta maga akkor 17 évével, hogy anya, én nem is értem az embernek, miért van szüksége pszichológusra. Olyan jó, kimegyek a gyümölcsözbe, szedek egy kis cseresznyét, ott vagyok a friss levegőn, kicsit fúj a szél, süt a nap, és teljesen rendben van. Lányok, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok velem ezt az életérzést. Egyébként ez a harmónia, ez tényleg sugárzik belőletek. Nagyon szépen köszönöm önöknek is, hogy velünk tartottak. Ne feledjék, nézzenek minket jövő héten is. Az eddigi adásokat pedig visszanézhetik a tv2.hu oldalon. Viszontlátásra! A Csodás Vidéket a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat támogatja.